tisztelt államtitkár úr, meg gondolom államtitkár úr fog válaszolni. Mint ismertes, 2017. március 1-én lejár a kilakoltatási moratórium, és már nem lesznek biztonságban azok a családok, akik önhibáikon kívül teszem azt például azért, mert nem tudják fizetni a lakáshiteleiket, és ezért a bankok megkezdik a család ingatlanoknak az árverezését. Persze zárójában jegyzem meg, hogy a Kósa Lajos nem dönti be a forintot, amit önök előszeretettel elhallgatnak, akkor nem biztos, hogy ilyen problémával kell küzdködni a devizahiteleseknek. Visszatérve a kérdéshez, tavaly évben a bíróság végrehajtói kar szerint már több mint 2000-en vesztették el az otthonukat, és ez egy drasztikus emelkedésnek számít a korábbi évekhez képest. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok család tisztában van azzal, hogy a kilakoltatási moratórium nem megoldás, hanem egyfajta haladék, de nagyon sok család van, aki ez alatt az idő alatt, amíg a kilakoltatási moratórium tart, nem tudnak dűlőre vergődni a bankokkal, vagy nem tudják a későbbi lakhatási problémáikat megoldani. Azt is látjuk, hogy a KDNP csodafegyvere, a családi csődvédelem rendszere az megbukott. Egyébként ezt Harap Péter is elismerte, hiszen folyamatosan kezdeményezi a törvény felülvizsgálatát. A törvény végrehajtása nehézkes, az igénylés, a maga az igénylőlap kitöltése bonyolult. A feltételrendszer is olyan, hogy nagyon sok családnak problémát okoz, így nem kell azon csodálkozni, hogy tavaly ősszel alig 500-an éltek ezzel a megoldási lehetőséggel. Mivel a kormány folyamatosan azt hangoztatja, hogy kiemelt prioritással bír a lakáshitelesek problémáinak a megoldására, a lakás a legfontosabb vagyontárgyai a családoknak, ezért tisztelettel kérdezem az államtitkár urat, hogy felkészült-e a kormány arra, hogy március 1-ével akár ezek veszíthetik el az otthonukat, és másik kérdésem pedig, hogy milyen konkrét megoldást vagy segítséget kíván nyújtani a kormány az önhibáikon kívül így lakásokat elvesztő családok számára. Várom válaszát. Köszönöm, Szabó képviselő. A válaszadásra megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Akik önhibájukból kívül kerültek ilyen helyzetbe, azok azért gyakran az önök hibájából kerültek ebbe a helyzetbe, képviselő, hiszen ne felejtsük el, hogy a devizahitelezés kapcsán milyen nyilatkozatok hangzottak el az akkori MSZP-SZDSZ-es kormányzattól. Miként építették le 2002 és 2004 között bosszúból az akkori forint hiteleket, kamattámogatott forint hiteleknek a rendszerét, miközben Megyesi Péter az önök miniszterelnöke azt mondta, hogy ez egy jó dolog, azt meg kell tartani, ki kell bővíteni. Ez a kibővítés abból állt, hogy két év alatt leépítették, és nyilván, hogyha most hatalomra kerülnének, most sem tennének mást az otthonteremtési támogatásnak, a csoknak és az egyéb támogatásoknak a rendszerével. Ehelyett az embereket devizahitelezésbe hajszolták, nem tettek semmit az ő megvédésükre, miközben a környező országokban ezeket sikeresen meg tudták állítani. Mi árfolyamgáttal, kilakoltatási moratóriummal és más lehetőségekkel, például a családi csődvédelemmel is igyekeztünk segíteni az így bajba került családoknak. Ha a nemzeti eszközkezelőt kiemelhetem ezek közül, tisztelt képviselő, akkor azt mondhatjuk, hogy a nemzeti eszközkezelő 2017. január 31-ig, tehát az elmúlt hónapig összesen 39.758 ingatlan felajánlást fogadott be. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 158 ezer embernek a lakhatását biztosította a nemzeti eszközkezelő. Ön is tudja, hogy a végrehajtási eljárások, miután a felajánlást befogadták, szünetelnek, tehát ezeknek az embereknek a lakhatása biztosítva van. A nemzeti eszközkezelőnek az ingatlan állománya most már eléri a 28.210 ingatlant, és 2017 végéig további 10.000 ingatlan megvásárlására van anyagi fedezete, összesen ez 30.000 ingatlant jelent. 100 milliárd forintnyi költségvetési támogatásból a nemzeti eszközkezelő 250 milliárd forintnyi jelzálog tartozást vált ki. Az azt jelenti, hogy 1 forint költségvetési pénzből 2 forint 30 fillérnyi hitelintézeti követelést tudott kiváltani, és ezzel is segíteni az otthonuk megőrzésében a nehéz helyzetbe került családokat, és további javaslatokkal is természetesen itt a parlament elé fogunk jönni. Köszönöm szépen!